Kovácson, Súly Szivárvány című könyvéről fogunk ma beszélgetni. Pontosabban magamba fogok itt monologizálni, így beszélgető partner hiányában. Ez a könyv valamikor tavaly került a kezembe, amúgy Partizan Olvasóklub műsorában lett megemlítve talán Balázs által, amikor David Foster Wallace Végtelen tréfa című könyvéről beszélgettek, és talán a fordító miatt lett megemlítve ez a könyv. Egyébként a fordítóját Széki Jánosnak hívják, aki egy pincsommániás műfordítóként apostrofálja magát. Néha tilos rádión lehet elcsípni. Na mindegy, szóval ő fordította ezt a remek kis magyar kiadást, és hát érdekes darab. Egyébként nagyon nehezen beszerezhető. Amikor utára kerestem, ilyen 20 000 forintokért lehetett itt ott megtalálni, ilyen antikvár helyeken, ami hát kimeríti a horrorár fogalmát, nem? Saját, pontosabban hát a magvető magyar kiadó nem tervez újabb kiadást, próbáltam velük is levelezni, és hát ők is csak az antikvárban felelhető példányokat ajánlották, nincs tervben újabb kiadás. Nekem egyébként sikerült a Mojon megvenni, kisebb csoda, 15 000 forintért. Amúgy az eredeti ár az 4990 forint, szóval háromszoros, négyszeres áron pörög. Jobban belegondolva nem ismerek ilyen papírt a tőzsdén, amilyen jól pörögne, négyszeres áron. Na jó, leszámítva a Teslát meg a Bitcoint. De hát ez az más sztori. Egyébként kis kellemetlensége ezzel a példánnyal, hogy az előző előtti tulajdonos talán picit, vagy itt-ott belefirkált itt az első néhány oldalon. Nem tudom, meddig jutott emberünk az olvasásba, de ezek megszűnnek így a 10-15. oldal után. De nem is az a lényeg, maga az író és a könyv tartalma sokkal-sokkal érdekesebb. Thomas Pynchon, amerikai író, irodalom, pontosabban a irodalmi posztmodernizmus egyik atya. És hát Pynchon maga legalább olyan érdekes figura, mint a könyvei. Valamikor a 60-as években debütált, és már az első könyvével felhívta magára a figyelmet. Nyilvánosságban tudtommal soha nem jelent meg, nem nyilatkozott, nem készült róla fénykép, ilyen régi katonakori fényképei vannak. Egy-kettő talán felelhető ilyen Wikipedia-szerű oldalakon. Ez a könyv, ez 73-ban vagy 74-ben jelent meg, abban az évben el is nyerte az amerikai National Book Award-ot a fikció kategóriában. És 74-ben egyébként a zsűri jelölte a Pulitzer díjra is, de aztán ennek a bordja különböző okokra hivatkozva aztán mégse választotta meg, mondvá, hogy olvashatatlan, túlírt, obszén, ilyen jelzőkkel illették. Így abban az évben azt hiszem, hogy fikció kategóriában nem osztottak ki díjat. Egyébként idősiket tekintve második világháború, illetve annak a záró időszakában játszódó a történettel állunk szemben, nagyjából 44 végétől 45 nyaráig, vagy nyarának végéig, és a V2-es rakétáknak a gyártása, kilövésekkor épülő eseményeket dolgozza fel, egy maréknyi főbb szereplő, és hát rengeteg ilyen 400 plusz mellékszereplő segítségével egész számos a karakter szám, amivel dolgozik az író, és manipulálja a paranoiát. Egyébként a főhős az egy Tyron Slothrop nevű figura, az ő odüsszeját követhetjük végig, gyakorlatilag, aki Londonban állomásozik a háború záró időszakában. Aztán ő egy adott pillanatban továbbáll a Rivierára, majd a úgynevezett zónán keresztül Berlinbe tart. És egyébként az ő érdekessége, hogy egy olyan bizarr képessége van, hogy erekció, képes erekciói kapcsán előrejelezni a V2-es rakéták becsapódását, meg azoknak a becsapódásának a helyét.
És hát aztán utazásai során önmaga mítoszává válik, és végül mindenki csak rakétaemberként emlegeti. Egyébként négy nagy részre bomlik a könyv, és hát aki olvasott már ettől a szerzőtől bármit, az pontosan tudja, hogy nem egy hétköznapi író, valamint dolgunk. A szövegei nem a legegyszerűbben olvasható szövegek, de iszonyatosan magával ragadó tud lenni néhol, és hát rendkívül szórakoztató, legalábbis számomra az volt. Iszonyatosan jó a stílusa. És hát a szöveg, igen, hát az fel is van vértezve rendesen ezekkel a posztmodern jellemzőkkel, mint a metafikció, a bizonytalan narrátor, önreflexiók, és hát mindez legalábbis néhol bravúrosan hosszú és összetett mondatokkal van megfogalmazva. Folyamatosan elkalandozunk ilyen különböző mellékszálakon, gondolatokon, rengeteg ilyen közbeszúrt kis részlettel, párhuzamosan futó történetszálakkal, szóval igen, minden ami ebben a műfajban jellemző. De amit talán igazán nehézé teszi ezt a könyvet, az a tény, hogy valahogy le kell tudnunk küzdeni egy rakat nyugtalanságot azzal kapcsolatban, hogy hát nem mindig értjük, hogy mi a fasz is történik itt pontosan. Túl kell lépni ezen egész egyszerűen. Nem valami hiba van bennünk, vagy a felfogó képességünk korlátja. Ez, és persze azt is teljesen oké kimondani, hogy hát ez nekem nem hozzám szól, nem, egyszer nem jön be. Ha viszont igen, akkor elképesztő élményekben lehet részünk, főleg ha első ízben fogyasztunk hasonló szöveget, mert valószínűleg nem ez a legjobb könyv egy pincson bevezetésnek, ahhoz inkább a 49-es tétel kiáltása vagy a beépített hiba című könyveit ajánlanám. Ez utóbbi egyébként Paul Thomas Anderson meg is filmesítette, és egy igen jó darab, nagyszerű a magyar szinkron, szinte egy az egyben az irodalmi fordításból vették a szöveget, meg a dialógusokat. De visszatérve a súlyszivárványra, amúgy igen, tehát olvasás közben nem érdemes aggódni a történeten. A nagy kép az majd összeáll egyszer csak, ahogy haladunk, és hát a részletek tisztulni fognak, de ahogy a legtöbb posztmodern szöveggel érdemes bánni, tovább kell lendülni ezen, nem kell leragadni a részleteknél, ne okozzon gondot, ha valami érthetetlennek tűnik, vagy nem odaillőnek tűnik. Szerintem ezeket egyébként a következő fejezetekben, vagy talán néhány száz oldallal később majd értelmezni fogjuk, vagy értelmet kapnak. Feltéve persze, hogy emlékszünk még arra, hogy mik ezeknek az előzményei. Ja, nagyjából ennyit mondanék így előjáróban, és hát remélem, hogy mindenki kedvet kapott. És hát akkor most akarodja mindenki pincsont olvasni.